Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aktuális című adásunk, vendégünk pedig Minár Péter, az Amerikai Hírek Objektíven szerkesztője, mármint YouTube csatorna szerkesztője. Szerbusz! Jó napot kívánok mindenkinek, és örülök, hogy megint beszélhetek veletek. Ebben az adásban Amerikáról fogunk beszélgetni, méghozzá Amerikával kapcsolatos friss hírekről, és hát mi lehetne frissebb, mint az, hogy pár nappal ezelőtt megtörtént a várva várt tévévita Kamala Harris és Donald Trump között, és mi már beszéltünk itt a csatornán arról, hogy körülbelül miről vitáztak, milyen témákat érintettek, egyáltalán mi volt a hangulata, milyen volt a hangulata ennek az egész vitának, viszont nagyon érdekelne az is, hogy Amerikában mik a reakciók, már ez egy dolog, hogy itt mi mit gondolunk Magyarországon, vagy milyen hírek jutnak el hozzánk, de hát ami nagyon fontos, hogy Amerikában hogyan csapódott le, úgymond ez a vita. Azt láttam, hogy nehéz volt győztest hirdetni, jobban mondva mind a két fél úgy gondolta, hogy ő győzött ebben a vitában. Nem tudom, hogy az amerikai közvélemény azóta úgymond hirdetette győztest. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye attól függ, hogy melyik oldalon állsz, és általában nagyon sokszor az szokott lenni, hogy úgy hozzák ki a győztest, amikor a két fél között nincs olyan nagy különbség, ugye akkor mindenki ugye a sajátját mondja jobbnak. Itt igazából az az érdekes, vagy hát az a fontos, hogy azok a szavazók, akik még nem döntötték ki, hogy kire szavaznak, mert hogy se nem republikánus, se nem demokraták, ugye, hogy azok, hogy gondolják, mert az ő voksuk kell ugye mind a két félnek, mert a saját jó, akik őket szeretik, és úgyis ő rájuk fog választani, azokat úgyse fogják meggyőzni, hogy akkor majd a másikra ugye szavazom. Az az érdekes dolog, hogy nem csak az, hogy az emberek úgy reagáltak, és akkor végül is belemeltek abba először egy kicsit, hogy az emberek hogy. Szóval az volt, hogy miközben ment ez az egész vita, ugye csináltak felméréseket választókkal. És a szakértők ugye Kamalát hozták ki nyertesnek, de egy Reuters fókuszcsoport, amely olyan szavazókkal állt össze, akik még bizonytalanok, azokból a 10-ből 6 Trumpot érezték jobbnak, és 3 Kamalát, és akkor az egy az pedig, mondom, egyiket se, mindig nem tudja eldönteni. Ugye azt mondták, hogy Kamala bizonytalan és homályos válaszokat adott szerintük. Trumphoznak viszont, szóval Trumpa jobban megbíznak, ugye a gazdasági és fő kérdésekben. Akkor a New York Times is ugyanígy csinált egy fókusz, hogy ők viszont 5 állam, különböző államból megkérdeztek, ugye eldöntetlen szavazókat, és ők sem értettek együtt a szakértőkkel, hogy Kamala nyert. Kamalának nincsenek ugye konkrét tervei, programjai, ez volt az egyik bajuk, meg az, hogy nem lehet különbséget tenni Kamala és Biden között. Szóval ez volt a másik nagy problémájuk, hogy ők most változást szeretnének, és ugye úgy néz ki, hogy Kamala most milyen változást hoz, amikor ő van most kormányban. Szóval miért nem hozott idáig ugye akkor változást. És akkor azt is mondták, hogy Trumptól ugye tényeket hallottak, Kamalától meg a víziókat. De ez az, amit vagy még mindig nem töltöttek, vagy ugye, szóval akik még nem döntöttek teljesen, hogy most kire fogok szavazni, azok mégiscsak azért Trump felé hajlanak. Bocsánat, hogy itt megszakítalak, de ugye az az érdekes ebben, hogy itt most az utolsó mondatot, hogy Trumptól tényeket hallotta, Kamala Harris-től pedig víziókat, hogy több olyan dolgot mondott Trump, amit aztán a moderátorok igazítottak ki. Tehát akár itt a kutyaevő bevándorlókkal kapcsolatban, vagy pedig az abortusszal kapcsolatban, hogy akkor most lehet-e, nem lehet-e a 9 hónap utáni abortuszt bizonyos államokban elvégezni. Tehát ez nem okozott egyébként akkor ezek szerint bizonytalanságot? Mondjuk azok körében is, akik tegyük fel, nem ott élnek, és nem igazán tudják, hogy mondjuk tényleg esznek-e a bevándorlók kutyát? Ez a két téma, főleg ez a kutyás, macskás téma, ez nem téma az embereknek, mert senkit se érdekel igazából, hanem az érdekli őket, hogy mit fognak a gazdasággal csinálni, mert a nagyon drága minden,
az emberek ugye már kezdenek nem költekezni, mert hogy nincs miből, vagy attól félnek, hogy még rosszabb lesz. Ugye a lakhatási problémák vannak, nagyon komoly, hogy a fiatalok nem tudnak házakat venni, mert túl drágák az ingatlanok. Szóval meg ez az abortusz dolog is, ez egy olyan probléma, amit az átlag embernek nem probléma. Nem érdekli őket. Ez inkább egy ilyen sarkalatos dolog, amit direkt kisarkítanak ugye a demokraták, aztán ugye vissza pedig a republikánusok, mert hogy van egy kisebbségi szavazótábor, ugye a demokratáknál is, akiknek ez fontos, meg a republikánusoknál is általában a mélyen vallásos szavazótábor, ami befolyásos, de nem olyan nagy. Szóval csak ezek miatt van ez, és akkor, mert ez jól hangzik ugye a médiában, amikor ezekkel dobálják egymást. Azt el kell mondani, hogy az ABC, ugye a ABC, úgy hívják azt a csatornát, ami volt ez a vita, a moderátorok 7-szer csinálta ezt a úgymond fact check, szóval, hogy korrigálták Trumpot, Kamalát egyszer sem. Szóval Trump is azt mondta meg, sokan, akik nézték a vitát, hogy igazából Trump ott három ember ellen vitázott. Ugye a két kommentátor meg Kamala ellen. És csak az, hogy mindenki tudja, az ABC vezetője nagyon jó barátja Kamalának. Szóval a moderátorok egyértelműen elfogultak voltak Trumpal ellen. Hogy dőlt el, hogy ennél a tévécsatornánál lesz a vita? Hát nem biztos, hogy lesz még egy vita, mert a Trump azt mondta, hogy lehet, hogy nem akar még egyszer vitázni, és mondott egy érdekeset egy volt republikánus képviselő, aki nagyon nem szereti Trumpot egyébként, ő azt mondta, hogy ő azt ajánlaná Kamalának, hogy ne vitázzon még egyszer, mert most ez a vita nagyon jól ment neki, szóval jobban, mint ahogy elvárták volna tőle, és azt mondta, hogy ezt a nyereséget inkább zsákolja be, és ne csinálj még egyet, mert ugye mi lehet akkor, ha még egyszer vitázik Trump-al, esetleg ugyanolyan jól csinál, mint most, de akkor megint csak nem változik semmi, vagy pedig Trump sokkal jobban csinálja, és akkor ő veszi. De az, hogy hol tartanak egy tévévitát, tehát hogy most ez az ABC tévécsatornán volt, ez hogyan dől el? Tehát ilyenkor pályáznak, vagy kiválasztják közösen a felek, van erre valami metódus? Igen, ez úgy van, hogy ez egy ilyen, hát egy tárgyalás. Megtárgyalják egymással, hogy azt mondják a demokraták, vagy a republikánusok, hogy így szeretnénk, hogy legyen, és akkor mind a két fél eldönti, és akkor egy ilyen diplomáciai beszélgetés végül is, akkor tárgyalások során nem beszélik. Azért el akarom mondani, hogy hogyan reagáltak a befektetők. Ez érdekes. Szóval a Trump közösségi médiája, a Truth Social, az 17%-ot esett a tőzsdén a vita utáni reggelen. Ezzel szemben, annól, amikor ugye Biden-el vitázott, akkor 10%-kal felugrott. Egyébként a vita előtt, a Kamala elleni vita előtt pár nappal 9%-ot meg felment. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, de viszont ugye reggelre az történt, hogy ezek a Dow Jones ipari átlaga 550 pontot esett 1,4%-ot. Az S&P az is 500-at, vagyis 1,1%-ot esett, és a Nasdaq az 0,7%-ot esett vissza. Szóval ez azért van, mert aggódnak a befektetők egy esetleges Kamala adminisztrációtól, ugye az álláspontjai miatt, ami Kamala állításai szerint megemelné széles körben az adókat, a vállalati nyereségeket. Szóval sok Wall Street-i elemző úgy gondolja, hogy ezek az adók súlyosan megterhelnék a részvényeket. Szóval ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy most nem biztos, a befektetők sem biztosak abban, hogy Trump fog nyerni. Tehát ezekből a reakciókból látszik, hogy egyébként ez egy nagyon szoros elnökválasztás lesz, valószínűsíthetően. Hát amit a médiában látunk és olvasunk, az ezt sugallja. De én nem vagyok benne biztos, hogy ez az igazság egyébként. Szóval, hogy az emberek hogy fognak jósolni, még lehet, hogy nagyon nagy, hogy mondjam, surprise, meglepetés lesz a végén. Mert szerintem a média az úgymond csal, próbálja Kamalát nagyon nyomni, mert hogy lehet az, hogy most Kamala ilyen népszerű, mikor ő volt a legnépszerűtlenebb
vice president valaha Amerika történelmében, és ráadásul, amikor 2020-ban ő is indult a elnöki jelölésért a Demokrata Pártban, akkor őneki kellett abba hagyni a legelőször, és 2%-kal ugye szállt ki annó, mert egyszer az emberek nem akarták őt. Igen, ez valóban meglepő volt szerintem, itt Magyarországon is sokan értetlenül nézték ezt a folyamatot, és nagyon sok elemző, akivel én is beszéltem, azt mondta, hogy Kamala Harris biztos, hogy nem lesz Joe Bidennek az utódja, hiszen annyira népszerűtlen, hogy még Joe Bidennél is sokkal-sokkal népszerűtlenebb. Erre megválasztották utódnak, és kiderül, hogy szinte fejfej mellett haladt Trumpal. Igen, ezt azzal szeretném én magyarázni, hogy Trumpra, mint személyre szavaznak, Kamalára, mint pártra szavaznak. És a demokrata párt az egy kicsit ilyen szektás, hogy tök mindegy, ki a vezetője, csak az a lényeg, hogy ők győzzenek, és a másik fél meg legyen verve. A vita után Taylor Swift, aki egyébként 2023-ban az év embere lett a Forbes magazin szerint, úgy nyilatkozott, hogy ő Kamala Harris-t támogatja és rászavaz, és ezt a posztját úgy írta alá, hogy gyermektelen macskás nő. Erre reagált egyébként Elon Musk is, és hát elkezdődött egy ilyen adok-kapok. Mennyit számít az Amerikában, hogy például Taylor Swift kijelenti azt, hogy ő Kamala Harris-re fog szavazni, Clint Eastwood-ról tudjuk, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy Trumpra fog szavazni. Mennyit számít ez ott? Valamennyit azért számít. Én szerintem az, hogy most a Taylor Swift, ugye Kamala, mondjuk ez nem egy, mindenki gondolta, hogy ő majd demokratákra fog szavazni, mert Kamalára, szóval az abszolút nem egy nagy dolog, hogy ő ezt most kijelentette. Annyi, hogy ő azért eléggé sok fiatalt rá tud venni arra, hogy elmenjen szavazni. Szóval ebben van neki az ereje. Most Clint Eastwood nem hiszem, mert oké, mindenki ismeri, de szóval ő nem tud mozgósítani szerintem annyi ember, főleg fiatalokat, mint amennyit Taylor Swift tudna, vagy tud. De hát ez nem egy meglepetés, mindenki gondolta, hogy ők van el fog szavazni. Szóval van azért ereje Taylor Swiftnek, hogy most számokban pontosan mennyi, hogy az tényleg elége, de hát minden kicsi most számít. Említetted azt, hogy senki nem érti azt, hogy hogy lett Kamala Harris ilyen népszerű, egy rendkívül népszerűtlen alelnöki pozícióból, és hogy lehet-e mögött akár a médiának egyfajta hazugsága vagy csalása, ugye erre is céloztál. Mennyit beszélnek arról az amerikaiak, hogy egyébként a választásokkal kapcsolatban mennyire bíznak abban, hogy tiszta választások lesznek? Abszolút nem bíznak benne, hogy tiszta választások lesznek. Ugye pont most volt az is, hogy a Facebooknak, ugye Zuckerberg, az mondta, hogy igen, ugye volt egy ilyen, hogy ők befolyásolták annó. Ő mondjuk csak itt a Covid-ról beszélt, hogy ott cenzúráztak, de hát a választásnál is cenzúráztak, ezt mindenki tudja, szóval ez nem egy új dolog egyébként, csak annyi, hogy ő most hivatalosan is beismerte. Szóval azt is tudni kell, hogy amikor Musk megvette a Twittert, akkor ő megbízott egy újságírót, úgy hívják, hogy Matt Taibbi, hogy a e-maileket keresztül menjen át, és nézze meg, hogy a belső, szóval a Twitter dolgozói, a Twitternek a főnökeinek az e-mailjein menjenek keresztül, mert ugye azt megkaptam, amikor megvette a céget, hogy azok miket e-maileztek a kormánnyal, a biztonsági szervekkel, meg ilyesmi. Na hát, és akkor az kiderült, ugye ez még 2022-ben elkezdte ezeket feldolgozni a Matibi, és feltárni, hogy igenis, befolyásolták a választásokat és a Covid információkat is. A párbeszédeket, ugye, és ez a FBI, a CIA és a Demokrata Párt küldözgetett e-maileket a Facebooknak, hogy néha specifikusan, hogy kit cenzúrázzanak, vagy kinek a Facebook posztjait töröljék ki, meg milyen témákat töröljenek. Szóval
Ezt már tudjuk a Twitterről. Szóval ugyanesélyt a Facebook, az mindenki már gondolta. Szóval ez egyáltalán nem egy új dolog, és még mindig ugyanezt csinálják. A Google is ugyanezt csinálja, a YouTube is. Szóval Google-on is az van, hogy valaki most láttam egy videót, mondta, hogy berakott egy van a Google hirdetés, és egy hirdetés berakott a Google-ra, amin a Trumpnak a fényképe volt rajta. Nem fogadta el, a gép azt mondta, hogy ezt a hirdetést nem tudod fölrakni, itt nem van, nem stimmel vele. Ugyanezt a hirdetést, ugye, kicserélte a képet Kamalára, akkor elfogadta a Google hirdetés, és akkor azt föl tudta rakni. Szóval ilyen dolgok vannak, meg olyan dolgok vannak, hogy amikor a Google-on mondjuk rákeresel, legalábbis ez volt ilyen is, hogy rákerestek Trumpra valamilyen üggyel kapcsolatba, és a Google állandóan olyan videókat, meg olyan képeket hozott fel, amin Kamala van. Szóval ebből is látszik, hogy manipulálják nagyon erősen ezt az egészet. Azt, aki közösségi médián jelen van, akármilyen szinten egyébként tapasztal hasonló jelenségeket, de azzal, hogy Mark Zuckerberg a Metának a vezérigazgatója, tehát aki alatt a Facebook is működik, kiállt és nyilvánosan bocsánatot kért, és nagy hibának nevezte azt, hogy ő engedett ezeknek a politikai nyomásoknak, ennek azért csak kell, hogy valamilyen következménye legyen, akkor is, hogyha úgymond ez egy nyílt titok volt, és mindenki sejtette, csak nem tudta, hogy ez zajlik mondjuk a háttérben. Igazából nem tudom, milyen következménye lehet, mert most, ha jogi következményekről gondolunk, nem tudom, hogy ő azt csinálta, amit az állam kért tőle. Hát politikai következménye minimum, nem? Hát, politikai következmény. Most a Zuckerberg, ő nem akar politikus lenni egyelőre, szóval ő nem fut, mint politikus, szóval igazából nem tudom, hogy hát cikinek ciki, de és akkor mi van? Azokra gondoltam, akik őt befolyásolták, tehát akik őt megkérték ezekre a dolgokra, Ja, hiszen értem, ezáltal a bocsánat. közvéleményt befolyásolták egy bizonyos irányba politikai szintekről. Gondolom, hogy Amerikában azért ezekre az összefonódásokra, mondjuk a médiának a szabadságára, vagy arra, hogy a véleményünket nyíltan kimondhassuk, csak figyelnek. Hát figyelni kéne, csak ugye kik voltak azok, akik rávették ugye Facebookot, hogy ezt csinálják, Zuckerberg, az a mély állam. És azok vannak hatalmon. Most akkor saját magukat fogják megbüntetni? Hát csak akkor lesz ebből probléma, hogyha tényleg Trump nyer, és kipucolják ugye az úgymond mély államot, leváltják ott a mostani vezetőket, meg felső menedzser réteget, akkor. De hogyha Trump nem nyer, akkor sem lesz belőle semmi, hogyha Trump nyer, lehet, hogy akkor sem. Mert ki fogja őket. Most a FBI-osokat, a CIA-osokat, meg a demokrata pártot ki fogja, érted, most előhúzni, meg Számon kérni. számon kérni. Ja, szóval én ezt nem látom, hogy ebből lesz valami. Most is nagyon jól néz ki a médiában, a média leírja, akár a baloldali média is azt, hogy hú, hát ez nagyon csúnya volt, és akkor mindenki egyetért, hogy ez csúnya volt, és akkor szépen elhallgatják az egészet, és már emberek elfelejtik egy hónap múlva. Szomorú ezt így hallani, de megyek tovább akkor a híreinkbe méghozzá azért, mert vannak még itt olyan friss hírek, amelyekkel talán érdemes foglalkozni. Ugyanis az FBI úgy egy olyan, tehát Chuck Grassley, azt majd kijavítasz a kiejtésemben, republikánus szenátor hozott nyilvánosságra egy Iránról szóló FBI jelentést, amelyel kapcsolatban az FBI is megszólalt aztán, és ebben a jelentésben az szerepelt, hogy merénylőket bérelhettek fel Biden, Donald Trump és Nikki Haley-nek a meggyilkolására. Nem tudom, hogy ez mennyire kampánytéma, vagy egyáltalán téma a közbeszédben, főleg a Trump merénylet után, hogy adott esetben mondjuk biztonságpolitikai szempontból mennyire kockázatos ezeknek a személyeknek a nyilvánosságban való forgolódása, tehát gondolok itt akár nagy gyűlésekre és a többi. Vezettek be egyébként plusz biztonsági intézkedéseket, nem tudom, hogy erről van-e tudomásod, például Trumpnak a gyűlésein, illetve mennyire foglalkozik az amerikai nép azzal, hogy adott esetben egy újabb merénylet is előfordulhat még az elnök választásokig. Hát akkor kezdem azzal, hogy ez egy több kérdés, és akkor először az Iránnal, és ez az FBI-os állatlagos információ.
Ezt én szerintem senki nem hiszi el. Én sem hiszem el, hogy Irán egy ilyet próbált volna csinálni. Valahogy, szóval logikátlan, teljesen. Egyszerűen nem hiszem, hogy akár ezek közül, ez a három ember közül, ugye, akit állítólag meg akartak ölni, a Biden, Trump, meg az egyik hölgy most. Nikki Haley. Igen, Nikki Haley, mert akkor gyorsan nézzük át. Szóval Biden úgyis akármikor meghalhat, mert olyan rossz állapotban van, de ha nem is hal meg, akkor lehet, hogy a demokraták fogják őt szépen félreállítani, így vagy úgy, amit meg is tettek. Szóval most Iránnak semmi értelme, hogy őt megölje, meg ráadásul mindenki tudja, hogy nem Biden vezeti az országot. Ő csak egy báb. És az irániaknak hülyék, ők is ezt tudják. Akkor Nikki Haley. Hát Nikki Haley-nek esélye nem volt, hogy elnök legyen. Szóval őt minek? És arra sem volt esélye, hogy vice president legyen, hogyha Trump nyer. Ugye Nikki Haley republikánus. Szóval az is kiesik. Akkor Trumpot viszont Irán miért akarná megölni, mikor Trump az egyetlen, aki mindig tárgyalt velük? Szóval Trump mindenkivel tárgyal, és megegyezik mindenkivel. Szóval elmondok egy nagyon jó sztorit, amit ugye Trump és Irán között volt, még Trump mondott el. Volt egy, amikor az iráni vizeknél, ami nemzetközi vizeken volt, egy amerikai cirkálóhajó, és egy drónjukat kilőtték az irániak. Ez egy olyan drón volt, ugye, amiben nincsen pilóta, de ez ilyen nagyon nagy drón, mint egy kisebb repülő, és akkor a katonai vezérkar az oda ment Trumphoz, mert akkor volt Trump elnök, azt mondták, hogy hát akkor ezt nekünk vissza kell válaszolni, és azonnal le tudjuk bombázni nem tudom milyen iráni célpontokat, és akkor csak azt kell nekünk, hogy akkor te mondd azt, hogy megtehetjük. Tehát te jó áldásod. És erre megkérdezte ugye Trump, hogy akkor nem volt ugye pilóta ebben a gépben, szóval csak végül is az, hogy fizikai, szóval, hogy ez a gép lezuhant, szóval csak pénzünkbe került, szóval senki sem halt meg. És megkérdezte, hogy hány ember fog meghalni Iránban, hogyha megcsinálják ezt a támadást, ezt a visszatámadást. És azt mondták, hogy hát lehet, hogy kb. 500 ember. És akkor azt mondta Trump, hogy nem. Most 500 ember élete nem éri meg azt, hogy nekünk egy gépet belőttek. Szóval Trump ilyesmi. És akkor volt egy másik eset, amikor ugye megölték Qasem generálist, aki ugye a Quds Force-nak a generálisa volt, hogy Irakba kilőtték egy rakétával, mert Irakba érkezett, és a repülőtérről, hogy vitték kocsival, azt a kocsit kilőtték egy rakétával, amit úgy volt, hogy ez egy közös amerikai-izraeli ilyen projekt volt, hogy ezt az ember kiiktassák, mert hogy ő a fő ugye fő szervezője a terrorizmusnak, várható a Közel-Keleten, meg ugye ő az, aki nagyon támogatja az izraelenes terroristákat, pénzzel is, meg fegyverrel, meg kiképzéssel, és azt mondták, hogy ez nagyon veszélyes az ember, öljük meg. És úgy volt, hogy amikor megtudták, hogy az ott lesz Irakban, és akkor lehetőség van őt megölni, akkor szólt Izraelnek Trump, na, akkor csinálhatjuk, gyertek, csináljuk, Izrael visszalép. Azt mondja, nem, ők nem akarnak ebben részt venni mégsem. Ez ugye a Netanyahu government volt akkor is. És akkor ő nagyon egyébként mérges lett Izraelre, főleg Netanyahura. De az azóta nem felejti el. Mindegy, kilőtték ezt az embert, és utána Irán úgy válaszolt, hogy ők kilőttek rakétákat az egyik iraki amerikai támaszpontra. De viszont mielőtt kilőtték a rakétát, ők fölhívták a Trump adminisztrációt, és megmondták, hogy figyeljetek, a katonák maradjanak ott, ahol vannak, ne menjenek el sehova, mi kilőjük a rakétákat, de azok nem fognak célt érni, nem fognak semmi nagy kárt okozni. De nekünk válaszolnunk kell arra, hogy ti azt az emberünket, egyenesokat kilőttétek. És utána, hogyha a híreket akárki visszanézi, ezek a rakétákat becsapódtak, mit tudom én, egy fészer, meg valamilyen jármű, amit kilőttek, azon kívül semmi más nem történt, és ez nagyon csodálkozott a nemzetközi sajtó is, meg mindenki,
hogy azért Iránnak nagyon jó rakétái, nagyon pontosak, és ilyen szarul lőnek, szóval ez senki sem értette. Na, ez volt emögött. Szóval Irán tud beszélni Trumpa, miért ölnék meg az, akivel tudnak beszélni, akivel meg tudják egymást érteni, miközben meg a Biden adminisztrációval nem, és lehet, hogy Kamalával sem. Ezért gondolom, hogy ennek abszolút semmi súlya nincsen. És az, hogy egyáltalán egy ilyen irat dokumentum nyilvánosságra kerül, mert ugye az FBI végül is nem engedélyezte mondjuk egy ilyen iratnak a nyilvánosságra kerülését. Ez itt a másik kérdés, amit fel lehet vetni. Ugye volt már az évben egy olyan botrány, amikor egy állítólag fiatal ember kiszivárogtatott titkos dokumentumokat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, szintén amerikai titkosszolgálatoknak a dokumentumait. Most ugye ez is egy olyan úgymond szivárogtatás, amihez nem az FBI adta elméletben az engedélyt. Tehát hogy állnak most ezzel a kérdéssel, és hogyan lehet egyáltalán, hogy a titkosszolgálat titkos? Hát ez egy jó kérdés. Most ők akármit leírhatnak egy papírra, és hogy az igaz vagy nem, az egy másik dolog. Mert most odaadtak fényképeket, ott voltak benne pontos nevek, hogy kik ezek a merénylők, kik bérelték föl, vannak bankszámlák, amire átküldték bankszámlákra a pénzt, szóval nem tudunk semmi ilyet. Ez csak valaki összeírt egy izét, hát ez most akár megbíznak egy ilyen polgaregény írót, hogy írjál már egy jó szórit nekünk, és akkor odaadjuk valakinek. De akkor ez az igazság. Hát, és ez ilyen már történt, szóval ez nem egy csoda. Szóval most olyan FBI-ról beszélünk, akik kitalálták ugye Trump ellen azt, hogy ő egy orosz kém, és az oroszok pénzelik, ugye az, hogy Oroszországban valamiféle ilyen szexuális, nem tudom, ilyen dolgokat csinált, és aztán kiderült évek múlva, hogy ennek hogy egy, semmi se igaz belőle. Teljesen hazudott az FBI. Szóval most arról az FBI-ra beszélünk, akik, amikor Hillary Clintonnak volt az a e-mailes ügye, hogy olyan e-mailet szörőt használt, ami a sajátja, és nem az állami, ami ugye sokkal biztonságosabb, akkor ugye ő ellene egyébként elindult egy eljárás. És neki be kellett volna adnia az összes e-mailt, ami az ő saját komputerén és adathordozóin van, és ő ezt nem adta oda, hanem kalapáccsal szétverték, meg kitörölték az összeset. Ez egy büntetendő cselekmény, és semmi bajra nem lett. Az FBI nem ment utaztak, hogy megvolták a várokat, ez van. Szóval nem lehet bízni, mert most, ugye amikor megtörtént a merénylet Trump ellen, ugye ott is a helyi rendőrségek már nem bíznak az FBI-ban, nem akarnak pedig közösen együtt dolgozni, pont ezért, mert annyira politikai lett az FBI, és teljesen ugye a demokrata pártnak meg a mély államnak végül is a végrehajtói lettek, hogy már nem bíznak meg bennük. Áttérek a külpolitikai hírekre, de hát nyilván tanulságos mindaz, amit elmondtál, akár itt az FBI-jal, titkosszolgálatokkal kapcsolatosan. Főleg akkor, hogyha Trump lesz egyébként az elnök, akkor érdekes az, hogy hogyan lehet úgy egy ilyen nagy hatalmat végül is vezetni, hogy közben azok a szervek, amelyek ugye az ő munkájának a támogatására hivatottak, azok politikailag a másik oldalhoz vannak bekötve, de hát ugye Trump már végigcsinált így 4 évet. Az amerikai külügyminiszter 700 millió dollár segélyt jelentett be Kijevben, ez egy friss hír. Itt a vitában is felmerült Ukrajnának a kérdése, illetve Izraelnek a kérdése. Ugye Anthony Blinken az, aki Izraellel is tárgyal folyamatosan, amióta kitört a háború, illetve Ukrajnában is többször járt, többször meg is szólalt ezzel a konfliktussal kapcsolatban. Szerinted milyen mérleget lehet levonni ezekben az években, az elmúlt években Blinkennek a teljesítményéről? Igazából úgy adja át a demokrata párt a hatalmat, hogyha Trump fog nyerni, hogy két nagyobb háború folyik a világban, olyan háborúk, amelyhez valamilyen módon köze van Amerikának is, akár úgy, hogy támogatja az egyik felet, vagy éppen a szövetségese van háborúban. Igen, szóval hát mindenkinek nagyon nehéz a dolga. Én szerintem talán Izraellel nehezebb a dolga, mint Ukrajnával, mert ugye Ukrajnánál szerintem egy sokkal egyszerűbb dolog van ott, hogy az oroszok rosszak, gonoszak, ukránok jók, és segítsük Ukránt ugye az oroszok ellen, hogy megvédjék
az országukat, ugye, hogy visszaszerezzék ugye, az országuk felett, az teljes ország felett ugye, a kormányzást és a felügyeletet. És hogy ugye elhagyják az ország, ők a ukrán államot. Viszont Izraelnél már ez sokkal bonyolultabb, mert hogy oké, okay, hogy Amerika szerint ugye a Hamas a rossz, a palesztinok a rosszak, és akkor Izrael a jó, és akkor azt kell segíteni, csak már ez így a közélemény sem gondolják így nagyon sok Amerika. Ugye most láttuk, hogy micsoda nagy ilyen tüntetések vannak Amerikában, Izrael ellen, meg az, hogy védjék meg a palesztinokat, hogy ne legyen annyi civil áldozat, és a többi. Szóval Blinkennek ott egyszerre kell meggyőznie a Hamaszt is, meg az izraeli államot is, hogy a másik mégsem akarja teljesen megölni őket, nem akarja kiirtani ugye a másikat, és hogy azért egyezzenek meg, és béke legyen. Szóval ez így sokkal nehezebb. Mert ugye Ukrajnában ott nem a civileket, általában nem a civileket lövik, ott két katonaság egymással, ugye, ahogy régebben ő hadakozik. Szóval úgy általában. Hát az ukránok azért szeretik lőni ugye a civileket is, a rossz civileket, de mindegy. Ez egy másik téma. Szóval egyébként megnézzük, hogy ez a 700 millió, ez hogyan oszlik el, mert utána néztem, elolvastam azt, amit kiadott ugye, a Blinken, hogy 325 millió az energiasegély, szóval ukrajnai infrastruktúráját segítik. Egyébként erre már Kavala is adott júniusban 500 milliót, és a nemzetközi más országok együttesen 1 milliárd dollárt ugye adtak erre, hát adtak legalábbis megígértek, és ez mind a svájci béke csúcs alatt történt, ami június 15-én volt. Ahova persze oroszokat nem hívták meg. És akkor 102 millió pedig aknamentesítési segély, ami ugye a fel nem robbant orosz bombák és rakéták semlegesítése és eltávolítása azt segíti. Nos, az az érdekes ebben az egészben nekem, hogy mikor jelentették be ezt a 700 milliót, és hogy mikor jelentették be azt is, hogy most lehet, hogy esetleg megengedik Ukrajnának, hogy használják ugye a hosszú távolságú rakétákat, vagy esetleg adnak még nekik többet, amerikai rakétákat, hogy ugye megtámadják Oroszországot. És ez 9-11-kor jött ki, ez mind a két hír. Akkor, amikor az emberek erre nem figyelnek, mert mindenki ugye azzal foglalkozik, hogy ugye most egy nagy gyásznap van, és ugye mindenki ott volt New Yorkba, szóval ez nekem egy nagyon ravasz húzásnak tűnik, hogy akkor most mondták, hogy megint adnak 700 milliót ugye annak az országnak, ami már rengeteg pénzt kapott, és az amerikák nem akarják. Az amerikák többsége már, hogy adjanak nekik több pénzt. Már azt mondják, hogy nekünk kell a pénz. Nézzük meg Hawaii-t, ahol nem tudom, hogy emlékeztek-e, volt az a nagy tűzeset. Ők azóta nem kaptak pénzt, hogy ott rendbe hozzák a dolgokat. És az csepp a tengerbe az az összeg, ami nekik kéne, amerikai állampolgároknak, hogy ott újraépítsék a dolgokat, mint amit Ukrajna kap állandóan. Szóval azt is egyébként el akarom mondani Blinken, ugye az Oba admin alatt, a Béde után felügyelte az ukrán szituációt. Szóval őt küldték oda ezek után. Szóval ő nagyon jó kiálló ismerét Viktor-ténnek. Egyébként Blinken nagyapja ukrán zsidó volt, aki Kievben született. És akkor 1904-ben emigrált Amerikában. De Blinkenre még visszatérve, ugye azért az amerikai diplomáciától elvárná talán a világ, talán meg lehet ezt így fogalmazni, hogy valamilyen módon megpróbáljon rendet teremteni, vagy békét teremteni, mert ahogy említettem is, mind a két háborúhoz közvetve köze van Amerikának is. Tehát az, ami zajlik Ukrajnában, az nem teljesen amerikamentes, hiszen maga a háborúnak a kitörése is valamilyen szinten egy nyugati beavatkozásnak a következménye ebből a térségbe. Pontosan, ezt nagyon jól mondod, és látod, viszont arról nem túl sok embert hallott beszélni,
hogy ugye azok a régiók, a Donbass, főleg a Donbass régió, az ásványi kincsekbe hihetetlen gazdag. Szóval ott azt hiszem több, egy egész, kb. Másfél trillió dollárnyi ásványi kincsek vannak. Szóval én nem lennék meglepve, hogy igazából eredetileg ez kellett volna a nyugatnak, az amerikai nagy cégeknek. És hogy még mindig talán erre fáj a fogunk, amit elhiszem, hogy valaha is megkaparintanak. Szóval én nekem szerintem ez is benne van ebben az egészben, meg az, hogy ugye akkor tényleg teljesen be tudják keríteni Oroszországot, ugye a NATO és amerikai fegyverek által. Mert azért Ukrajna már nagyon közel van Moszkvához, ahogy látjuk is, hogy a ukránok azok meg tudták támadni Moszkvát drónokkal, többször is. Ezek a hosszú hatótávolságú fegyverek, amikről beszéltél, ugye most olvastam, hogy a britek arra hivatkoznak, hogy ha Irán küld ballisztikus rakétákat Oroszországnak, és iráni rakéták csapódhatnak be, úgymond oroszok keze által Ukrajnába, akkor lehet, hogy érdemes Ukrajnának is úgymond egy felhatalmazást adni, hogy ezeket a hosszú hatótávolságú rakétákat használja. Tehát itt az érvek, azok már meg is születnek, amivel alá lehet támasztani egy ilyen döntést, nem gondolva arra, hogy ez a hosszú távon milyen eszkalációt jelent egyébként ebben a térségben. Igen, ráadásul ez a nyilatkozat, pont egyébként ma reggel néztem, én is a nyilatkozatokat, ez két légy csapásra. Mert akkor most ugye egyszerre Iránt is, akkor meg lehet emiatt büntetni, meg az oroszokat is. Egyébként azért van az, hogy ezeket a rakétákat Oroszország, hogy Oroszországnak kellenek ezek a rakéták, mert ezek csak rövid hatótávolságúak, és most olyan rakétákat használnak az oroszok, amik sokkal hosszabb hatótávolságról, de közelre is azt használják, mert nincsen nekik például olyan, ami csak ilyen rövid távra jó. Szóval ezért tudják ezt az irányt arra használni, és a sajátjukat, ami messzebbre el lehet lőni, azt akkor így tudják használni arra a célra, hogy még messzebbre ellőjenek még több rakétát. Igazából nem értem én sem, hogy miért akarják nonstop eszkalálni, de egy magyarázat lehet nagyon könnyen, hogy most a választások előtt, az amerikai választások előtt egyre jobban fog eleszkalálódni az ukrán háború is, és az izraeli háború is. Mert mindenki úgy gondolja, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor itt ő megpróbálja ezeket a háborúkat befejezni, és megegyezni a felekkel. Hogy akkor ő olyan nyomásra tud gyakorolni, hogy meg is mondott előre, ugye Trump. Szóval ezért lehet, hogy ugye a Netanyahu is úgy gondolja, hogy akkor most amit csak lehet bele, és az ukránok is úgy gondolják, hogy amit csak lehet bele, mert amikor jön Trump, akkor majd nem fogom tudni, mert ő nem fogja ezt engedni. Én szerintem ez is benne van a pakliban. Csak hát honnan tudhatjuk azt, hogy ami a csövön kifér például egy ilyen háborúban, az mégis mekkora kárt okoz, és lehet olyan meggondolatlan lépést is tenni, amelyet aztán nagyon nehéz visszafordítani, és akár még egy békét kötni akaró elnököt is lehet olyan helyzetbe hozni, hogy nem fog tudni azonnal békét teremteni, vagy kompromisszumokat kell kötnie. Igen, hát ez a probléma. És én ettől félek, meg vannak olyan elemzők is, amik kezdenek már ettől félni, hogy ez megtörténhet. Most békét mindig lehet kötni, szóval nincs, hogy nem. Szóval csak annyi, hogy most mennyit veszítesz ezáltal. Ezt kell kiszámolni, hogy most. De én tudom, hogy mert Trump nagyon sokszor elmondta, hogy ő annyira fél egy atomháborútól, hogy ő mindent szerintem meg fog tenni, hogy ne eszkalálódjon odáig, amikor ő már erőben van, szóval amikor ő már hatalmon van. Ha hagyják, hogy nyerjen. Hát igen, persze, hát vagyok, hogy nyerjen is, hogy ugye egy kérdésre nem válaszoltam, hogy ugye az, hogy esetleg amerikai úgy gondolják, hogy még egyszer lesz a merénylet ellene, sokan úgy gondolják, hogy könnyen lehet. Sőt, ezt prognozizálta már több olyan szakértő is, akik katonák voltak előtte, hogy nagyon könnyen lehet, hogy megpróbálják megint. Hát bízunk benne, hogy elég erős védelme van Donald Trumpnak, és vigyáznak rá, hogy ha valaki meg is próbálná, akkor sikertelen legyen az a merénylet is. És abban is bízunk, de aztán majd még beszélünk itt az elnök választásokig, hogy adott esetben valami csoda folytán tisztább választásokra lehet számítani Amerikában. Majd fogunk beszélni még nyilván sokat Ja. Amerikáról, igen. Csak erről csak egy gyorsat, amit pont most mondtál,
hogy ugye most jön a büdzse, hogy azt alá kéne írni, és Amerika állam leállhat a választás előtt, mert a republikánusok hozzá akarják kötni a büdzséhez, vagyis hát a büdzsé jóváhagyásához, megszavazásához az, hogy kötelező legyen igazolni az állampolgárságot a voksoláskor. A demokraták ezt nem akarják. Szóval most ezen megy a vita. Szóval ez is azért van, hogy ne csaljanak. Ez egy előrelépés lenne, mert ugye ez a személyigazolványt nem kell felmutatni, tehát picit ilyen lazább a rendszer, mint például Magyarországon, de ez egy előrelépés lehet, hogy legalább már csak amerikai állampolgárok szavazzanak. Igen, persze, persze. Természetesen. Hát így kéne egy szavazásnak lennie, szóval ez nem egy csoda. Igazából ezt hívják demokratikus szavazásnak, amikor az állampolgárok, akik ugye ott születtek és fizetik az adót, meg a szüleik fizették az adót, meg a nagyszüleik, és felépítették az országot, hogy csak azok szavazzanak, hogy mi történik az országban, igen. De ami nekünk természetes, vagy olyan egyértelmű, az nem biztos, hogy ott is az. És úgy tűnik, hogy van azért egy-két ilyen dolog, amiről ezt el lehet mondani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni. Minár Péter volt a vendégünk, az Amerikai Hírek Objektívan YouTube csatorna szerkesztője. Én is nagyon köszönöm. Sziasztok!